A Samsung SDI Gödi akkumulátorgyára. A dél-koreai vállalat alig fél éve jelentette be, hogy 390 milliárd forintból bővít a Pest megyei településen. A kormány friss rendeletében azt írja, itt több mint 1500 meglévő, illetve 2500 új munkahelyet akarnak megvédeni. Ezért ezt a területet jelölték ki elsőként különleges gazdasági övezetnek. Innen mostantól egyetlen forint iparűzési és ingatlanadót sem szedhet be a Gödi önkormányzat. Pedig az új momentumos polgármester azt mondja, egy átlagos évben 1 milliárdot szoktak, a bevételeik nagyjából harmadát. Minden évben tudnánk egy óvodát építeni abból a keretből, amit szeretnének elvinni. Igen, jelentős ez az összeg. A kormány úgy döntött, különleges gazdasági övezetté nyilváníthat területeket, ahol egy egész megyére kiható jelentőségű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházást végeznek, legalább 100 milliárd forintból. Ezeken a területeken több érintett település helyett egyetlen önkormányzatnál, a megyeinél intézhetik ügyeiket a cégek, például az építési engedélyeket. Gyorsabb lesz az ügyintézés, kevesebb lesz a bürokrácia, nem kell kismillió hivatalba szaladgálniuk a különböző engedélyeket, hanem egy helyen központosítottan beszerezhetnek mindent. Az iparűzési adót viszont várhatóan különleges övezetben sem ússzák meg a cégek. A helyi önkormányzatok kezéből kivenni azt a jogot, a rendelet, hogy helyi adókat vessenek ki, és ezt a megyei önkormányzathoz utalná, és az ebből befolyó forrásokból is a megyei önkormányzat gazdálkodhatna. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint a kormány ellenzéki vezetésű településeket akar ellehetetleníteni új intézkedésével, miután a megyei közgyűlések mindegyikében a kormánypártok szereztek többséget a tavalyi választáson. Egy politikai szándékot valósít meg ezen keresztül, és ez az, ami elfogadhatatlan, és ami világosan mutatja, most már elég egyértelműen, hogy a válság bizonyos dolgait, a vírus elleni küzdelem bizonyos dolgait a kormányzat politikai hatalom erőtér növelésére használja. A rendelet szerint egyelőre június 15-ig számíthatnak különleges övezetnek területek. Kérdeztük a kormányt, hogy mi várható a veszélyhelyzet után, meddig kell helyi adókat nélkülözniük települési önkormányzatoknak. Csak annyit írtak, Gödön a beruházás gördülékeny megvalósításához szükség volt a különleges gazdasági övezet létrehozására.